Milí bratia, sestry, kedves testvérei, milí poslucháči a diváci, kedves hallgatók és nézők, každého srdečne vítame na dnešnej biblickej hodine. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk a mai Biblia órán. A prajeme požehnanie z Božieho slova. És Isten áldását kívánjuk az igéből. Aby sme naozaj mali úžitok z toho, čo Pán raz povedal, hogy valóban hasznunk legyen abból, amit az Úr egyszer megmondott. Tak aj my to musíme tak prijať vierou. És nekünk is úgy hittel kell fogadnunk, ahogy ő azt megmondta. Pretože to Božie slovo je verné. Mert Isten igéje hűséges. A Boh je dobrý. És Isten jó. Všetko, čokoľvek robí pre nás. Minden, amit értünk tesz. Robí s tým najlepším úmyslom. A legjobb értelemben és a legjobb indulattal teszi. Tak pustíme sa do Božieho slova. Tehát belemélyülünk az igébe. Na dnešnej biblickej hodine budeme mať Božie slovo z druhej knihy Kroník, Paralipomenon. Mai igénk a Krónikák második könyvéből lesz. Z 26. kapitoli. A 26. részből. Reč bude o jednom královi. Egy királyról lesz szó ebben. Na ktorého život sa pozrieme. Akinek ránézünk most az életére. A budeme sa snažiť pochopiť. És igyekezni fogunk megérteni. Čo nám Boh chce povedať. Isten mit akar ezáltal mondani nekünk. Tak sa pomodlíme a vypýtajme si Božiu milosť. Tehát imádkozunk és Istennek kegyelmét fogjuk kérni. Drahý nebeský Otče. Drága mennyei Atyánk. Atya, prosíme o svetlo. Világosságot kérünk tőled. A pokorné srdce. És alázatos szívet. Aby sme vedeli prijať tvoju vôľu. Hogy el tudjuk fogadni a te akaratodat. A nestavať sa tebe na odpor. És hogy ne legyen bennünk ellenállás. Ale aby sme sa na odpor stavali tomu zlému. Hanem, hogy ellene tudjunk állni a gonosznak. A všetkému, čo by bránilo. Minden, ami megakadályozna bennünket. V tom, aby sme v tebe rástli. Abban, hogy benned növekedjünk. A teba milovali. És téged szeretni. Tak teraz prosíme o múdrosť a porozumenie. Uram, most bölcsességet kérünk, hogy megérthessük. Tvojho slova. Megérthessük a te ígédet. Amen. Amen. Tak je to druhá kniha Kroník, Paralipomenon, 26. kapitola. Tehát Krónikák második könyvének a 26. része. Ale niektoré vybraté verše budeme čítať. És bizonyos kiemelt igéket fogunk olvasni. Je to prvý verš. Kezdjük az első verse. Tretí, štvrtý, piatý najprv. Tehát az első, a harmadik, ötödik és hatodik. Prvý, tretí, štvrtý, piatý, tak. Első, harmadik, negyedik és ötödik. Tak. A všetok judský ľud vzal Uziáša, ktorý mal 16 rokov a urobili ho kráľom na miesto jeho otca Amaziáša. On postavil Elót. Uziáš mal 16 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jecholia z Jeruzalema. A robil to, čo je spravodlivé v očiach Hospodinových. Všetko tak, ako robil Amaziáš, jeho otec. A vyhľadával Boha v dňoch Zachariáša, ktorý sa rozumel videniu Božiemu. A v dňoch, ktorý hľadal Hospodina, dával mu Boh šťastný prospech. Akkor Júda egész népe fogta a 16 éves Uziját, és őt választotta királlyá, apja Amaciá helyett. 16 éves volt Uziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekolia volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett apja Amaciá. Isten
az Istent kereste Zekariá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki Isten. 15. verš, posledná veta, a 16 až 21, čiže od 15. veršu, ale až posledná veta. Aby sme nadviazali na 16. verš až 21. A jeho meno sa roznieslo široko ďaleko, pretože mu bolo zázračne pomáhané, až sa i zmocnil. Ale keď zmocnil, pozdvihlo sa jeho srdce, až sa i porušil a dopustil sa hriechu nevernosti proti Hospodinovi svojmu Bohu, lebo vošiel do chrámu Hospodinovho, aby kadil na oltári, na kadenie. A vošiel za ním kňaz Azariáš a s ním 80 kňazi Hospodinovi, udatní muži. A postavili sa proti kráľovi Uziášovi a riekli mu, nie tebe, Uziášu, náleží kadiť Hospodinovi, ale kňazom, synom Áronovým, ktorí sú posvetení na to, aby kadili. Výjď zo svätyne, lebo si sa dopustil hriechu nevernosti. Ani ti to nebude na česť od Hospodina Boha. Na to sa rozhneval Uziáš a vo svojej ruke držal kadidlo, aby kadil. A v tom, čo bol rozhnevaný na kňazom, zjavilo sa malomocenstvo na jeho čele pred kňazmi v dome Hospodinovom, ako stál nad oltárom, na ktorom sa kadilo. A keď sa obrátil k nemu Azariáš, najvyšší kňaz, a pozrel na neho, ako aj všetci kňazi videli, že hľa je malomocný na svojom čele. Preto ho rýchle vyviedli odtiaľ, ale aj on sám sa ponáhľal výjsť, pretože ho ranil Hospodin. A tak bol kráľ Uziáš malomocný až do dňa svojej smrti. A súd malomocný býval v osobitnom dome, pretože bol vylúčený z domu Hospodinovho. A Jotám jeho syn bol nad domom kráľovým, súdiac ľud zeme. Tehát a 15. versnek az utolsó mondatára fogunk rá csatlakozni, hogy aztán érthető legyenek a további igék is. Így azután messzire eljutott a híre, mert ezekben csodálatos segítséget kapott, végül igen megerősödött. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána Azariá főpap, és vele együtt az Úr papjai, 80 erős ember. Elébe álltak Uziá királynak, és ezt mondták neki, nem a te dolgod, Uziá, hogy illatáldozatot mutass be az Úrnak, hanem Áron fiaié, a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az Úristennél. Erre felbőszült Uziá, akinek éppen a kezében volt az áldozathoz való füstölőedény. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán az úrházában levő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor Azariá főpap és a többi pap feléje fordult, látták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietett kimenni, mert az Úr verte meg őt. Uziá király poklos maradt halála napjáig, és egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az úrházából. Fia Jótám állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Tak. Tento král bol veľmi mladý, keď začal panovať. Ez a király nagyon fiatal volt, amikor uralkodni kezdett. Veľa mladých králov bolo postavených v histórii na trón. A történelem folyamán nagyon sok fiatal királyt állítottak, ültettek trónra. Rôzne dopadli. És nagyon sokan elestek. A Písmo nás učí aj hlavne teraz v Novej zmluve, že nie je dobré, aby mladý človek vládol alebo spravoval niečo, hlavne napríklad v cirkvi.
És az igében is meg van írva, az új szövetségben is, hogy nem jó, ha túl fiatal ember van vezető poszton, legyen az a gyülekezetben, vagy bármilyen más állásban. Aby ne prepadol odsúdeniu diablovmu. Hogy ne eshessen kísértésbe és az ördögtől való ítélet alá. A toto, takéto niečo sa s týmto kráľom stalo. És valami hasonló eset történt meg ezzel a fiatal királlyal is. Čítali sme, že vlastne v prvom verši je napísané, že ľud Izraela zobral tohto kráľa a ustanovili ho, tohto človeka ustanovili ho za kráľa. Az első versben meg van írva, hogy ezt a fiatal királyt a nép ültette trónra, tehát ők állították ebbe a pozícióba őt. Bol to presnejšie judský ľud. Tehát Júda népe, pontosabban. Ano. Ő az, aki királya választotta őt. A vieme, že ten rodokmen takto mal fungovať vždy, že po otcovi dedil syn trón. És tudjuk, hogy a vérvonal szerinti örökösödés alapján mindig az atya után örökölte a fiú a trónt. Ale nie je to tu zbytočne napísané. De ez nem feleslegesen van ide leírva. Naozaj toto malo celé taký ľudský nádych. Ez úgy tűnik, mintha ez egy emberi szokás lenne. A celé to aj tak telesne prebehlo. És testileg tulajdonképpen ez mindig is így zajlott le. A kým bol ešte mládenček, tento chlapec? Amikor még csak fiatal siheder volt ez a fiú. Ešte v ňom asi zotrvala tá otcovská výchova. Még voltak nyomai az életében az apja nevelésének. Nebol skúsený. Nem volt viszont tapasztalt. Tak na čo si pomyslel? Akkor... Na čo by myslel vtedy? Hogy mire gondolhatott? Keď by mal nejakú otázku alebo problém. Amikor valamilyen kérdés vagy probléma merült fel az életében. Čo by asi urobil môj otec? Mit tenne vajon az én apám ebben a helyzetben? Keď otec chodil po Božích cestách, tak naozaj mal dobrý príklad. És mivel, hogy az ő apja az Úr útján járt, tényleg jó példa volt előtte. A on sa aj držal istý čas toho. És ő meg is tartotta ezt egy bizonyos ideig. Aj on išiel po Božích cestách. Ő is az Úr útján járt. Toto Božie slovo je veľmi priame. Itt Istennek igéje nagyon egyenesen megfogalmazza. Boh videl, že Uziáš ide správne a drží sa Božích ciest, tak ho Boh žehnal. Amikor Isten látta őt, hogy ő az Úr útján jár, és Isten félelem van benne, akkor Isten megáldotta őt az ő helyzetében. Darilo sa mu. És sikeres lett. Písmo tu hovorí, že vyhrával vojny, keby ste čítali aj iné deje. Ha máshol is olvasnátok róla, akkor ott van, hogy megnyerte a háborúkat. Veľa miest staval, veží, studní. Nagyon sok várost, tornyot és kutat épített. Čiže budoval krajinu. Tehát fejlesztette az ő birodalmát. A mal veľké meno, dobré meno aj medzi inými národami. És nagy neve volt, és jó hírneve volt más nemzetek között is. A je napísané, toto je veľmi krásne slovo, že mu Boh zázračne pomáhal. És itt gyönyörűen le van írva, hogy Isten őt csodálatosan megsegítette. Viem predstaviť, že Boh sa vie kochať v človeku. És el lehet képzelni, hogy Isten tud gyönyörködni az emberben. Ako mladíkovi. Ebben a fiatal férfiben. Ktorý nemá ešte skúsenosti. Akinek nincsenek még tapasztalatai. A pomáha mu. És segíti őt. Ale došlo k jednej veľmi smutnej udalosti v jeho živote. De aztán elérkezett az életében egy nagyon szomorú eseményhez. Po tomto celom zdarnom živote. Tehát ebben az egész megáldott életében, sikeres és áldott életében pisnyel. Felfúvalkodott, büszke lett az ő szíve. No a dovolil si urobiť niečo také, k čomu nebol povolaný.
És egy olyan dolgot engedett meg magának, tehát olyan dologba fogott be, amire nem volt elhívása. A nie bol ani posvetený na to. És nem is volt felszentelve erre. To znamená oddelený do tej služby. Tehát nem volt ő elválasztva, kiválasztva erre a szolgálatra. A vieme, že u Boha nie je možné prísť a urobiť mu neporiadok vo veciach. És tudjuk, hogy Isten nem szereti azt, hogyha nem tartjuk be a rendet, és beleártjuk magunkat olyan dologba, amit ő nem rendelt el. A darmo bol králom. S hiába volt ő király. Boh poslal prorokov, kniazov. Küldött hozzá papokat. A jeden z nich mu povedal, že zhrešil. És az egyik megmondta neki egyenesen, hogy vétkezett. A toto je ten moment, na ktorý chcem upozorniť. És ez az a pillanat, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. Že to slovo, to srdce krála, ktoré bolo vtedy v píche, hogy ez ennek a királynak a szíve, aki ebben a büszkeségben volt eleddig, nevedelo zniesť spravodlivý výrok. Nem tudta elviselni az igazságos kijelentést. Toto pyšné srdce si zavolalo kamaráta. És ez a büszke szív si zavolalo kamaráta. Uh-huh. Egy barátot hívott segítségül. Pícha si zavolala kamaráta a bola to, alebo kamarátku, bola to vzbúra. Uh-huh. És a büszkeség hívott magának segítséget, és ez volt a düh, vagy a harag. Áno, tam je, že hnev, ale vlastne je to odpor voči Bohu. És ez a düh inkább egy ilyen Isten elleni ellenállásban nyilvánult meg. Áno, lebo v skutkoch sa to prejavilo, že sa vzbúril voči Bohu. Mert a cselekedeteiben meglátszott, hogy ő fölháborodott, és ő szembe ment Istennek. Föllázadt. Je napísané, že držal v ruke kadidlo a kadil. Čiže aj tak išiel proti Božej vôli. Megvan írva, hogy a kezében volt az illatáldozat, és ő ezt be is mutatta, tehát ellene ment Isten akaratának. A nemuselo to takto dopadnúť. Nem kellett volna ennek így történnie. A verím tomu, že Boh by zmiernil trest. És hiszem azt, hogy Isten még enyhítette is volna a büntetést. Keby kupíche nepridal vzbúru. Hogyha nem, tehát nem lázadt volna fel. Áno, čiže dve veci urobil a neobrátil sa. És mivel hogy ő ellenállt és fel is háborodott, ő és ezzel nem tért meg ebből. A takto podobne to bolo aj v raji. És valami ilyen hasonló eset történt a paradicsomban. Keď Adam a Eva zhrešili, mikor Adam és Eva vétkeztek, ja verím tomu, že mohli to olutovať. Én hiszem azt, hogy ők ezt megbánhatták volna. Mohli povedať, odpusť Bože, zhrešili sme. Volt esélyük mondani Istennek, hogy bocsáss meg, hogy vétkeztünk. Uznávame a vyznávame vinu. Elismerjük és bevalljuk a mi bűnünket. A možno by aj inak dopadli. Lehet, hogy még máshogy is más következmények lettek volna ezután. Ale to isté urobili aj Adam a Eva. De ugyanezt tették Ádám és Éva. Pridali ešte k svojmu hriechu. Az ő bűnükhöz még rátettek egy lapáttal. A to bola výhovorka. És ott az a kifogások volt, a kifogások človek keresése. Človek nie je ospravedlnený Bohom za výhovorky. Az ember soha nem tudja magát igazolni kifogásokkal Isten előtt. Výhovorky neobstoja. A kifogások nem állnak meg az Úr előtt. Len pokánie. Csak a megtérés. A Eva sa vyhovorila na diabla. Éva az ördögre hárította a felelősséget. A Ádám na Evu. És Ádám pedig Évára. A vidíme, že ako je ťažko, keď človek nakrojí z hriechu. És láthatjuk, hogy milyen nehéz az, amikor az ember belebonyolódik a bűnbe. Keď si z jedného odhrízne kúsok. Amikor,
keď si z jedného hriechu už kúsok odrízne. Az egyik bűntől már nagyon, nagyon kicsi választ el az egyik, a másik bűntől. Nie, keď načneme trošku len do hriechu. Beleharapunk. Tehát mikor beleharapunk. Tak. A zachutí to. Megtetszik, megízlik. A Boh povie, zle si spravil. És Isten azt mondja, hogy rosszat tettél. Vipluj to rýchlo. Köpt ki gyorsan. A mi ešte jednu zahrízneme. De nem, mi még egyet harapunk. Aj Uziáš. Zahrízol si, to bola tá pícha. Úgy, mint Uziásnál is, hogy Uziánál, hogy beleharapott a büszkeségbe, a kevésségbe. A keď ho napomenuli, tak ešte jednu väčšiu si odhrízol. És amikor figyelmeztették őt, akkor még nagyobbat harapott a bűnbe. A toto je pre nás istý odkaz. De ez számunkra is egyfajta üzenet. My by sme radi mali v živote, radi by sme mali v poriadku auto, takže že plyn, aby fungoval, aby sme vedeli ísť rýchlo do konca. Mi nagyon szeretjük, hogyha az autónk rendben van, és tehát ha nyomjuk a gázt, akkor mindinkább gyorsít a mi autónk. Ale zabúdame, že je životne dôležité mať brzdy. És elfelejtjük, hogy életfontosságú az, hogy fékünk is legyen. A tiež je veľmi dôležité dať spiatočku. És nagyon fontos, hogy tudjunk visszahátrálni is. A práve tu, keď sa zamyslíme úprimne nad sebou. És hogyha őszintén elgondolkozunk magunk felett. Dáme si otázku, chcem riešiť svoj život s Pánom. És feltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon szeretném-e az Úrral megoldani az életemet. Či nepozerám stále na to. Vagy nem nézek-e állandóan arra. Aby som pridával plyn. Hogy mindig nyomja a gázt, mind jobban. Že rýchlejšie išiel, rýchlejšie bežal v živote. Hogy mind gyorsabban tudjunk haladni és futni az életben. Stále viac a viac prijímal poznatkov. Mindig több és több ismeretet fogadjunk be magunkba. Čiže stále viac jedol. Tehát mindig többet enni. A stále viac rástol. Stále viac rástol v moci. És hogy mindinkább növekedjen a hatalmunk. Ale tak, ako je človek stvorený. De ahogy az ember teremtve van. Aby zdravo fungoval. Ahhoz, hogy egészségesen működjön. Nestačí mu len jesť. Nem elég csak, hogy egyen. Musí tráviť. Muszáj, hogy emészen is. Musí spracovávať veci. Fel kell dolgozni a dolgokat. A to je hlavne vtedy, keď sme na modlitbe s Pánom. És ez főleg akkor történik, amikor az Úrral vagyunk imádságban. Keď mi mlčíme. Keď sme ticho na modlitbe. Mikor csöndben vagyunk imádságban. A necháme Pána hovoriť. És hagyjuk, hogy az Úr beszéljen hozzánk. Áno. Aby naša duša vedela tráviť. Hogy a mi lelkünk tudjon emészteni. A ešte jedno je dôležité, takto je aj stvorený človek, že vylúčuje. És az ember még nagyon fontos dolog, az ember úgy van megalkotva, hogy ki is ürít. To znamená, že vyhazuje zo seba to, čo nie je potrebné. Ez azt jelenti, hogy kidobálja magából azokat, amire nincs szüksége. To, čo nie je zdravé. Mindazt, ami nem egészséges. A jednoducho, aby sa čistil. Ahhoz, és hogy megtisztulhasson. A preto je dôležité, aby sme aj vyhazovali zo života veci. Ezért nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokat ki tudjunk dobálni az életünkből. Pícha je svedectvom mnohých vecí, ale spomeniem jednu. A büszkeség az nagyon sok mindenre vall az életben, de egy dolgot még megemlítenék. Berme si príklad z tohto kráľa. Vegyük például ezt a királyt. Bolo mu stále pridávané. Mindig sikeres volt. Ten človek stále vstrebával vlastne. Mindig csak magába szívott dolgokat. A nevšimol si, že
Toto je veľmi dobré. Pýchu nazývajú aj ako nadutosť. Že si nevšimol, že rastie v ňom nadutosť. Nem vette észre, hogy ő benne a felfúvalkodottság is növekszik. Celý tento úspech mu ukradol čas s Bohom. Ez az egész siker ellopta az ő idejét, amit az Úrral töltett volna. Nemal čas tráviť duchovne. Nem volt ideje, hogy lelkileg emészen. A nemal čas vyhazovať zo svojho života. És nem volt ideje kidobálni a felesleges dolgokat az életéből. Tak sa nadul. Tehát így felfúvalkodott. Pišnel. Büszkévé vált. A oszlepol. És ellenállt Istennek. A oszlepol. És megvakult. Tak. A potom, keď prišlo slovo spravodlivosti. És amikor az igazság szembe találkozott vele, hogy ő az igazságban. On ako také už hrdzavé auto. Ő már olyan volt, mint egy rozsdás autó. Ktorému plyn síce fungoval. Amelynek a gázpedália működik. Ale brzdy nie. De a fék már nem. Ani spiatočka. Sem pedig a hátrafelé menet. Vidíme, aké to je veľmi dôležité. És látjátok, ez nagyon fontos. Že musíme síce ísť dopredu. Hogy igaz, hogy előrefelé kell haladnunk. Musíme síce ale aj zabrzdiť. De kell tudnunk fékezni is. A musíme vedieť ustúpiť. És háttérbe is kell vonulnunk. Tak ako o človeku platí. Ugyanúgy, ahogy az emberre érvényes. Musí síce jesť, príjmať. Tehát kell, hogy egyen, hogy magához vegyen dolgokat. A musí nechať, aby to trávilo v srdci. És kell, hogy ez emésztődjön az ő szívében. Že tráviť v pokoji a v tichosti čas s Bohom. Tehát emészteni, megemészteni dolgokat békességben, csendben, az Úr jelenlétében. Ugye človek mlčí. Ahol az ember hallgat. A Boh hovorí. És Isten beszél. A ešte je potrebné, na čo Boh upozorní. És még egy fontos dolog, amire Isten figyelmeztet. Nebude sa búriť. Nem fogok lázadni. Ale vyhodí to zo života. Hanem kidobom azt a bensőmből. Je, tento obrázok som priniesol. Ezt a képet hoztam ma. Je tu ešte veľa, čo okolo toho hovoriť. Lehetne még ez körül nagyon sok mindenről beszélni. Napríklad aj to, že aká je nebezpečná tá situácia v živote. Például arról, hogy milyen veszélyes az az élethelyzet az életben. Keď sa nám darí. Amikor minden sikerül. Začíname rapídne zabúdať na Boha. Rapid gyorsasággal tudunk elfeledkezni olyankor Istenről. To je jeden životný stav. Ez egy élet állapot. To bolo u tohto kráľa. És ennél a királynál is épp ez állt fenn. Potom je tu druhý príklad. És aztán van itt egy másik példa. Keď je človek pod neustálými tlakmi. Amikor az ember állandó nyomások alatt van. Nazbierali sa mu problémy. Csak a problémák gyülekeznek fölötte, körülötte. Aj to je stav, ktorý môže byť nebezpečný. Ez is egy olyan állapot, ami veszélyes lehet. Tiež môže zabudnúť na Pána. Akkor is megfeledkezhet az Úrról. A začne sa točiť okolo seba. És saját maga körül kezd el forogni. A začne hľadať riešenia na nesprávnom mieste. És nem jó helyeken kezdi keresni a megoldást. Ale je blízko k tomu, že sa môže zlomiť. És nagyon közel áll ahhoz, hogy megtörjön. Písmo hovorí na jednom mieste, a to je Rimanom 5. kapitole. A Római levél 5. részben. Že súženia pôsobia trpezlivosť. Hogy a súženie. A nehézségek, nehézség. Vagy a szenvedés türelmet gyümölcsöz. Pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť tá má potom dokázanosť. Čiže človek obstojí, keď má trpezlivosť. És a türelem pedig álhatatosságot. A potom sa vyleje Božia láska do našich srdc. És aztán kiömlik ránk Isten szeretete, ami szívünkbe. Takto napísané v takomto poradí. Így van megírva ebben a sorrendben. A ďalšie slovo je v Jakubovi v 1. kapitole, keď hovorí Jakub, že
És Jakab apostolnak az első részében az van megírva, Jakab levelében. Že sa máme radovať, keď prichádzajú pokušenia. Hogy örvendezzünk, hogyha kísértések esnek meg rajtunk. Vediac. Tudván azt. Že keď obstojíme vo viere, dokázanosť vašej viery, ale to je, keď obstojíme vo viere. Hogyha megállunk a hitünkben. Tak sa vypôsobí trpezlivosť. Akkor a türelem is megterem az életünkben. A aj veľká nádej. És a nagy reménység is. A čiže vlastne je na nás. Tulajdonképpen ez rajtunk áll. Toto boli okolnosti, že žijeme v blahu. Tehát ezek a körülmények, hogyha áldott életet élünk. A ako sa postavíme k tomu. És hogyan állunk mi ehhez. Či sa necháme napumpovať pýchou. Hogy hagyjuk-e magunkat felfúvalkodni a büszkeségtől. Áno, a zabudneme na to, že sa máme venovať Pánovi. És elfeledkezünk arról, hogy az Úrral is kell időt tölteni. Alebo keď sme pod skúškami života. Vagy pedig amikor próbák alatt vagyunk. Či prepadneme do depresií. Akkor vagy depresszióba esünk. Budeme sa ľutovať. És hogy sajnálni fogjuk önmagunkat. Alebo opäť využijeme to a zlomíme sa. Vagy pedig kihasználjuk ezt a helyzetet és megtöretünk. Áno. A Pán nás bude korunovať. És Isten fog bennünket megkoronázni. Ale ešte je jeden životný stav. De van még egy életben egy állapot. Sme hovorili o niečom, najprv sme tie dva spomínali, to bolo, keď je blahobyt v živote človeka, ktorý mu ukradne Boha. Tehát két állapotot említettünk, amikor olyan bőségben élünk, hogy amely ellopja tőlünk Istent. Čiže viac menej diabol to ukradne. Viac menej diabol ukradne. Többé-kevésbé az ördög lopja el tőlünk ezt. Alebo sú to ťažké životné skúšky. Vagy pedig a nehéz élethelyzetek. Kde tiež môže diabol ukradnúť Boha. Amikor szintén az ördög kilophatja az életünkből Istent. A potom je tu standardný, bežný, všedný deň. És aztán még itt van az átlagos, a megszokott, a szürke hétköznap. Kedy nežijeme v blahu. Amikor nem élünk nagy áldásokban, nagy bőségben. Ale ani nedrieme núdzu. De szükségben sem szenvedünk. Ani nie sme bytí palicou. És nem vagyunk pálca által ütlegelve. Ani na druhej strane nás neoslavuje množstvo ľudí. És nem ünnepel bennünket a népeknek tömege. Mesedi priemer. Mi a szürke átlag vagyunk. A tu si niekto povie, jej, toto je také dobré. És nagyon sokan úgy vannak, hogy ez egy nagyon jó állapot. Toto by som bral. Ezt úgy el tudnám fogadni. Že toto by mi určite tak pomohlo žiť s Pánom. Ez biztos segítene az Úrral együtt élni. Ani toto nepomôže. De ez sem segít. Lebo tu je iná hrozba. Mert ebben ugyanúgy megtalálhatjuk a veszélyt. A ja vám poviem, aká. És megmondom azt is, hogy milyen. Napríklad aj taká. Például olyan veszély is van ebben. Človek je veľmi zaujímavý tvor. Az ember egy nagyon érdekes teremtmény. Vie sa uspokojiť aj s málom. Meg tud elégedni a kevéssel is. Vie žiť tak skromne. Tud szűkösen és szerényen is élni. Ale pozor na falošnú skromnosť. De nagyon kell vigyázni az álszerénységre. Pozor na falošnú pokoru. Az ál alázatosságra. Pozor na falošnú spokojnosť. És nagyon kell vigyázni az ál megelégedettségre. Toto je tiež veľká tma. Ez is egy nagy sötétség. Lebo to je telesnosť. Mert ez a testiség. Pravé hodnoty. Az igazi értékek. Skutočná pokora. A valódi alázat. Je z Boha. Az Istentől van. A tieto pravé veci prichádzajú len a len vtedy. És ezek az igazi dolgok csak és csak akkor jönnek. Keď obstojíme v skutočných skúškach.
amikor megállunk az igazi próbákban. Niekedy sme najedení nejakou teológiou. Van, amikor megtömnek bennünket valamilyen teológiával. A nie vtedy obstojíme, keď si namýšľame, že sme obstáli. És nem akkor állunk meg, amikor ugye elképzeljük, és hogy beképzeljük, hogy mi megálltunk. To je tiež veľmi nebezpečné. Ez is nagyon veszélyes állapot. Keď si čítame Božie slovo, amikor olvassuk Istennek igéjét, a hlavne knihu Prísloví, és főleg a példázatok könyve, tá je plná upozornení tohto charakteru. Ez ellen a jellem ellen tele van figyelmeztetéssel a példabeszédek könyve. Že nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Hogy ne a magad eszére támaszkodjál. Existuje také slovo, že všetky cesty človeka sú priame v jeho očiach. Hogy az embernek minden útja egyenes az ő szemeiben. A je aj také, že niektorá cesta človeka je priama v jeho očiach. És van olyan ige is, ahol némely út egyenes az ő szemében. A tu Salamón tým povedal, keď nepovedal v tomto prípade všetky, ale iba niektorá. Amikor Salamón ebben esetben nem azt mondja, hogy minden út, hanem csak némelyik út. Tým upozorňuje. Ezzel arra figyelmeztet. Že stačí, že len jedna sa ti zdá byť priama. Hogy elég, ha csak egy út. Sa zdá v tvojich očiach byť priama, čiže je v poriadku. Elég, ha csak egy út tűnik rendben lévőnek, egyenesnek a szemünkben. Tak. Stačí, že padneš a potom môžeš padnúť do veľmi hlbokej jamy. És viszont ebben esetben, hogyha ez csak a magunk szemünkben egyenes, nagyon mély gödörbe tudunk vele esni. A preto písmo je ďalej plné slovom, és ezért az ige tele van ilyen igékkel, a Biblia. Tohto typu, že nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom. Hogy az Úrban reményked teljesen szívedből. A nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. És ne a magad eszére támaszkodjál. Toto je dôležité. Ez a legfontosabb. Uziáš v tomto klesol. És Uziá ebben elbukott. Pekne začal. Nagyon szépen kezdte. Boh to aj vzal do úvahy. Isten ezt számításba is vette. Požehnal ho. Megáldotta őt. Ale potom spišnel. De utána felfúvalkodott. Aj to Boh vzal vážne do úvahy. És Isten ezt is számításba vette. A preto ho potrestal. És ezért büntette meg őt. A tu vidíme priamosť Božiu. És láthatjuk itt Istennek a priamosť, egyenességét. A preto hľadajme Božiu milosť. És ezért keressük Istennek kegyelmét. Poliehajme sa na jeho slovo. Hagyatkozzunk az ő igéjére. A ktorejkoľvek z tých troch fáz života sme. És ennek a három életszakasznak bármelyik fázisában is legyünk. Čo som spomínal, že blahobyt. Amelyeket említettem, hogy a bőség. Potom nedostatok. To je opak. Vagy ennek ellentéte a szükségben lévő élet. Alebo šedý priemer. Vagy pedig a szürke átlag. Samo o sebe nič nie je zárukou, že zostaneme s Pánom. Tehát saját magunk semmit nem tudunk garantálni, hogy az Úrral, az Úr kegyelmében maradunk. A ani tie okolnosti. És a körülmények sem tudják ezt garantálni. Na nic sa nedá spoliehať. Semmire sem hagyatkozhatunk. Všade treba mať bdelú mysel. Mindig éber elménknek kell, hogy legyen. Nehladieť na človeka. Ne nézzünk emberekre. Na okolnosti. Ne nézzünk a körülményekre. Ale vedieť jedno. De egyet tudnunk kell. Csokoľvek sa deje. Bármi is történik. Ja musím byť s Pánom. Az Úrral kell, hogy maradjak. Nesmiem oprieť svoje srdce o úspech. Nem szabad, hogy a szívemet a siker eltántorítsa. A taktiež sa nesmiem začať točiť okolo seba.
keď sú problémy. És nem, ne forogjak magam körül, hogyha túl sok a problémám. A nesmiem sa sám seba oklamať. És nem csaphatom be saját magamat. Jaký som ja skromný. Hogy én alázatos vagyok. Aký som pokorný. Milyen békés vagyok és szelíd. Pokojný. Pokorný, áno, szelíd. Alázatos, szelíd. Tak. A mne aj toto stačí, čo mám. És nekem az is elég, ami itt megvan nekem éppen. Takže poďme za Pánom. Tehát menjünk az Úr elé. A ešte to by som rád dodal. Még azt szeretném hozzátenni, že jedine živý Boh v nás, egyedül az élő Isten, a toho máme, van, él bennünk, és ő van nekünk, je zárukou toho, és ő a mi garanciánk arra, že nezablúdime, hogy nem tévedünk el. Ak by sme zablúdili, hogyha eltérnénk az útról. Zasielen on garanciou toho. Újra csak ő a garancia arra, že sa vrátime späť. Hogy visszatérünk ő hozzá. V nejakom prípade sa nespoliehame na seba. Semmilyen esetben se magunkban bízunk. Ale na neho. Hanem ő benne. A robíme všetko preto. És tegyünk meg mindent azért, aby sme trávili s ním aktívny čas. Hogy ő vele aktív és minőségi időt tudjunk tölteni. Čiže buďme vždy s Pánom. Tehát legyünk mindig az Úrral. Nech je požehnané jeho meno. Legyen áldott az ő neve. Amen. Amen. A teraz by som dal priestor vám, ak máte niečo, ak chcete doplniť. És most szeretnék teret adni annak, hogyha volna valakinek hozzáfűzni valója. Alebo môžete aj svedectvo. Vagy pedig bizonyságtétel. Alebo ak ste niečo prežili. No. No, nech sa páči. Akkor elmondom szlomákon. István a nevem, és köszönöm szépen a lehetőséget. Ja? Így. István a nevem, és köszönöm szépen a lehetőséget a bizonságtételre. István, ďakujem za túto možnosť dať svedectvo. Annyit kell tudni rólam, hogy újfalusi vagyok, újfalun lakok családi házban. Tolko je potrebné o mne vedieť, že som z Novej Stráže. Körülbelül 32 éve. A 32 rokov tam žijem. És abból a 32 évből sajnos 20 év, több mint 20 éve a hatalmába kerített a mániákus depresszió. A z tých 32 rokov, zhruba 20 rokov som mal mánio depresívne stavy. Maniátka depresia. Tak sa volá, že mania, diagnóza je, že maniátka depresia. Maniátka depresia, áno. Ez 2000-ben kezdődött, amikor hajógyár úgymond kezdett tönkre menni, az nagyon befolyásolt engemet. To sa vlastne začalo v roku 2000, keď skončila svoju činnosť lodenica, tak to ma dosť dostalo. Lebetegedtem, elmentem az orvoshoz, pszichiáterhez, és akkor ott megállapították, hogy mániákus depresszió volt. Ezt a diagnózist állapították meg, hogy mániákus depresszió. Tak som ochorel a šiel som na psychiatriu. Tam mi stanovili diagnózu maniacká depresia. Maniacká depresia. Erről annyit kell tudni, hogy két fázisa van. Tomu treba to vedieť, že to má dve fázy. A depresió fázisa az olyan, amikor
teljesen magam kívül vagyok olyan értelemben, hogy fekszek, nem érdekel semmi. A jedna je tá, keď napríklad ležím a som mimo a nič ma ani nezaujíma. Teljesen erőtlen vagyok. Som úplne bez síl. És amikor kimástam ebből úgymond a gödörből, a keď som takzvane vyšiel z tejto jamy, akkor meg átbillentem a mániákus fázisába. Tak som vlastne prestúpil akoby do tej fázy mániackej, mánie. Annak meg az volt a tünete, az volt a rossz oldala. A to malo vlastne také prejavy a zlú stránku. Hogy olyankor nagyon kiperegtem, olyan, szóval olyan dolgokat csináltam, ami egy normális embernek az nem volt elfogadható. Tak som robil také veci, ktoré normálny človek nerobí a nie je to prípustné. És ezek a fázisok mit csináltak? Váltakoztak, igen. A tieto fázy sa striedali. És mindig hosszabb volt a depresszió, mint a mánia. Vždy bola dlhšia tá depresia ako mánia. És a feleségem, aki elnézést. A feleségem mindig mellettem volt. Že manželka stála pri mne, vždy. Annak ellenére, hogy hosszú éveken keresztül tartott. I napriek tomu, že to trvalo dlhé roky. És akkor kerestük az alternatív módszereket, hogy más, nem csak a orvosi gyógyszerekkel és a pszichiáteri kezeléssel. Tak sme začali hľadať aj alternatívne cesty riešenia, nie len ako lekári alebo psychiatri. Ami sokszor segített is, de egy idő után aztán megint visszaestem a depresszióba, illetve mániába. Čo z časti pomohlo, ale po istom čase som zaspadol do tejto depresie a mánie. Szóval ezt húzódott körülbelül 21 évig. Takže toto sa ťahalo tak 21 rokov. Igen, volt olyan év is, hogy jól voltam, egészében úgymond jól éreztem magamat. A, áno, bol taký rok tiež, že som sa celkom dobre cítil. De megint hatalmába kerített a depresszió és a mánia. Ale potom sa zase vrátili tie depresie a mánie. És akkor szerintem Úr Jézus, biztos vagyok benne, hogy a Úr Jézus. A potom som si istý v tom, že Pán Ježiš to bol, kto küldött nekem egy embert, mi poslal nejakého jedného človeka, aki človeka. Aki most a szomszédom a Maros Csatko. A je to môj sused Marian Csatko. És ő látta, hogy mi a probléma, hogy depressziós vagyok. A on videl, že aké mám problémy, že mám depresie. És akkor szólt, hogy menjek el a Csongorhoz. Potom povedal, že nech idem Csongorhoz. De nem tudtam elmenni, nem volt annyi erőben, meg nem volt olyan bátorságom. Ale ja som neišiel, lebo som nemal toľko síl, ani smelosti. Akkor megkérte a feleségemet, hogy menjen el a Csongorhoz, és beszéljen vele. Tak povedal, nech ide manželka za ním. Poprosil manželku, aby ona išla za ním. A išla. Nie išla. Ez nem történt meg. És akkor, hát a Maros, hogyan is mondjam, türelmes volt. Tak Maros bol trpezlivý. Kivárta, és akkor küldözte a linkeket, az imákat, amik a Bibliaórán elhangzottak, illetve amik rajta voltak a YouTube-on. Tak mi posielal rôzne linky a modlitby, ktoré modlitby? Na modlitebných alebo biblických vlastne hodinách odznievali. És akkor a feleségem kiírta ezt az imákat. A manželka vypísala tieto modlitby. És akkor azt mondta, hogy ez is egy lehetőség. A povedala, že
Aj toto je jedna z možností. És akkor elkezdtünk közösen imádkozni. Tak sme sa začali spolu modliť. Minden este imádkoztunk. Každý večer som sa modlil. Eleinte nehéz volt, főleg nekem nehéz volt, nem értettem a kifejezéseket, nem értettem, hogy mit akar mondani az ima. Tak sprvú mi to bolo ťažké, lebo som nerozumel tým výrazom v tej modlitbe a nechápal som, čo vlastne tá modlitba chce povedať. De egy idő után aztán mégiscsak, ahogy visszagondoltam, olvasás után visszagondoltam azokra a szavakra, ale počase, keď som si spomenul na tie slová z modlitby, akkor kezdtem megérteni összefüggéseket. Tak som začal chápať tie vzťahy. És aztán hála Istennek, hála az Úr Jézusnak. A potom vďaka Bohu a Pánovi Ježišovi. Már magam kezdtem imádkozni, igaz, hogy még papírból, de magam. Som sa začal modliť sám už. Síce začal z papiera, ale už sám. És hittel, már ott volt a hitem, hogy éreztem, hogy ez biztos, hogy fog segíteni. A modlil som sa vierou a už som cítil, že to bude pomáhať. És akkor már kezdtek jönni azok az első jelek, imádkozás által. A dostavili sa také prvé znaky cez modlitbu. És az úgy jelent meg, hogy fizikailag jobban voltam. A prejavilo sa to tým, tie znaky, že som sa lepšie fyzicky cítil. Már nem volt olyan erős depresszió. Už tie depresie neboli také silné. A mánia se volt már olyan erős, mint az előtt. Ani tá mánia už nebola taká silná ako predtým. És akkor a Maros mondta, hogy akkor, hát ha úgy gondolod, hogy járja el a közösségbe. Tak Maros mi povedal, že ak myslím, že aby som chodil do spoločenstva. Hát ezt eleinte nem értettem, szóval nem értettem, hogy miről van szó. Najprv som nerozumel ani tomu, že o čo ide. De aztán mégis a első közösség, ami Martoson volt tavasszal, Tak potom prvé takéto spoločenstvo, čo som navštívil, to bolo Martovciach na jeseň. Martošom volt. Elmentem rá. Tak som tam šiel. Igaz, hogy előtte a sátán megkísértett, hogy akkor sem értel. Je pravdou, že najprv ma diabol pokúšal, aby som tam nešiel, že tak tam nepôjdeš. De hála Istennek, Úr Jezusnak eljutottam. Ale vďaka Pánovi dostal som sa tam. És ott éreztem abban a közösségben azt a nyugodtságot, azt a biztonságot, azt a biztonságérzést, hogy jó helyen vagyok. V tom spoločenstve som pocítil ten pokoj, tú istotu v tom, aj bezpečie v tom, že som tu na dobrom mieste. Akkor már abban időkben már imádkoztam a Csongorral, minden héten imádkoztunk. A v tom období som sa modlieval už Csongorom, každý týždeň. Akkor értettem meg, hogy a Úr Jézus nekem küldte ezt a két embert, a Csongort és a Marost. A potom som pochopil, že Pán poslal týchto ľudí do mojho života, Csongora a aj Marosa. Mert ők fölkaroltak engem. Lebo oni sa ma ujali. És a közös imákkal, ami a Csongorral volt. A cez tie spoločné modlitby, ktoré som mal s Csongorom. Megerősítette hitemet. Pán posilnil moju vieru. És a Csongor A Csongor erősített abba, hogy ez a mániákus depresszió egyszer biztos, hogy elmegy, elmúlik. Že ma Csongor
silnil v tom, že táto mánia a depresívna, mánia prejde, že prejde raz určite. Igen, és ez valójában úgy volt, hogy mindig kevesebb volt a depresióból, a mániából. A naozaj sa to tak aj dialo potom, že stále menej z toho bolo, z tej mánie a depresie. Erősödött a hitem abba, moja viera sa posilňovala ebből v tom, ebből a betegségtől megszabadulok, že sa z tejto choroby vyslobodím. Annak ellenére, még jártam a kezelésre a pszichiáterhez. I napriek tomu som chodil ešte stále na psychiatriu, ako na tie... Mert még nem volt olyan erős a hitem, hogy... Hát olyan volt, egy kicsit olyan labilis volt, hogy... Nem voltam meggyőződve arról, hogy még már nem kell járnom a pszichiáterhez. Lebo ešte som nemal takú pevnú vieru v tom, že už nemusím chodiť na tú psychiatriu. Tak. És ja még azt elején elfelejtettem hozzátenni, hogy ebben a közösségben körülbelül 5 hónapja járok ebben a közösségben. Do tohto spoločenstva chodím asi tak 5 mesiacov. És amikor közeledett a keresztelés, a bemerítkezés, a keď sa blížilo krst ponorením. A Maros megemlítette nekem, hogy nem akartál menni újra keresztelkedni és bemerítkezni a vízbe? A Maros mi tak pripomenul, že či sa nechcem ísť pokrstiť. A ponorica. Ponorica, áno. Ponorica. És én mondom a Marosnak, hát engem ezt megkeresteltek a templomba. No a ja som mu odvetil, že mňa ale pokrstili v kostole už. Kostele. És mondom, akkor most minek menjek újra? Megvan a nevem, megkeresztelkedtek, de a Maros elmagyarázta, hogy ez nem olyan, že... ez egész más, és úgy fölvázolta, hogy miről van szó. Tak ja som sa ako najprv bránil, že už som pokrstený v kostole, že mám už aj svoje meno, no ale potom mi to Maros vysvetlil, že o čo ide. O čo ide. És akkor biztos, hogy a Úr Jézus küldte körülbelül 1 héttel előttel azt, hogy a YouTube-on meg tudtam nézni a tavalyi keresztelést, a vízbe merülést. Verím, že Pán Ježiš poslal na YouTube minuloročný krst, a ja som si ho vedel pozrieť. És az annyira meghatott, annyira megfogott. A tak sa ma to dotklo. Annyira megerősítette hitemet. A posilnilo mi to vieru. Hogy mondtam a feleségemnek, hogy nekem ide el kell menni. Že som povedal manželke, že ja musím ísť na ten krst. Hát a feleségemnek olyan volt a reakciója, hogy de hát még olyan keveset jársz ebbe a közösségbe. Nem könne már 4 évet? A manželka tak zareagovala, že tak málo ešte chodíš do toho spoločenstva, nemal by si ešte čakať, počkať aspoň rok. Szóval, hogy nem most, hanem 1 év múlva keresztelkedni. Čiže myslel to tak, že nie teraz, ale až o rok. És utána jött az Úr Jézustól egy üzenet. A potom prišiel od Pána Ježiša jeden odkaz. Amikor azt üzente nekem az Úr Jézus, hogy neked még itt van dolgod a földön. Keď mi Pán to odkázal, že ty máš ešte na zemi nejakú úlohu, poslanie. És azt üzente, hogy neked az Isten igéjét kell hirdetni. A to bolo ďalej odkazom, že ty musíš hlásať Božie slovo. No, ezt megint nem értettem, és amikor erről beszéltem a feleségemmel, mert meg szoktuk beszélni. No, to som nechápal, ale rozprával som sa o tom s manželkou, lebo sme sa zvykli zdieľať o veciach. Akkor az volt a reakció, hogy na most úgy fog házalni, mint a... gyorsan. Mint a Jehovák? Ja, že manželka reagovala tak, že no a teraz tak budeš chodiť po domoch, ako svedkovia Jehovovi. És akkor imában kértem az Úr Jézust. A tak som prosil Pána Ježiša na modlitbe. Hogy mondja meg nekem, üzenje meg nekem. Aby mi
on ott kázal. Hogy hogyan hirdessem én az Isten igéjét. Že ako mám hlásať Božie slovo. És akkor megkaptam az Istentől az üzenetet. A dostal som od Boha odkaz. Hogy neked most a családod tagjaiért és a hozzátartozóikért kell imádkozni. Že ty sa teraz musíš modliť za členov svojej rodiny a za ich príbuzných. És hála jó Istennek a Maros segítségével és a Csongor segítségével. A vďaka pánovi za pomoci Marosa a Csongora. A Csongora. Uh-huh. Megtanultam úgy imádkozni, hogy időzőjelbe papír nélkül. Že naučil som sa tak modliť, že v úvodzovkách už bez papiera. Persze hozzásegített azt, hogy meg kellett tanulni bizonyos dolgokat. Samozrejme, alapokat meg kellett tanulni. K tomu ide aj to, že som sa najprv musel nejaké základy naučiť. És most, hála az Úr Jézusnak, megadatott nekem az, hogy minden nap imádkozhatok a családomért és a közeli hozzátartozomért. A vďaka pánovi teraz, že už je tak dané od pána, že sa môžem modliť každý deň za svoju rodinu a za blízkych príbuzných. És köszönöm az Úr Jézusnak, hogy erre engem kiválasztott. A ďakujem pánovi Ježišovi za to, že si ma k tomuto on povolal, vyvolil. Még egyszer köszönöm a Marosnak, köszönöm a Csongornak. Ešte raz ďakujem Marosovi aj Csongorovi. És köszönöm ennek a közösségnek, hogy befogadtak. A ďakujem aj tomuto spoločenstvu, že ma prijalo. És köszönöm még egyszer az Úr Jézusnak, hogy megmutatta az utamat. A ďakujem pánovi Ježišovi, že mi ukázal cestu. És mivel, hogy már jobban voltam, elhagytam az orvosságokat. A nakoľko som sa už mal lepšie, zanechal som lieky. Megerősödött a hitem abba, hogy ez nem segít, orvosságok nem segítenek. A posilnil som sa vo viere v tom, že lieky mi i tak nepomôžu. És hiszem, hogy ha Úr Jézushoz imádkozok, verím, že keď sa modlím k pánovi Ježišovi, bármilyen problémával hozzáfordulok, és segítséget kérek, a akýmkoľvek problémom sa obrátim k nemu a prosím o pomoc, meghallgassa kérésemet, imámat, tak si vypočuje moju prosbu, moju modlitbu, és segít, és megkapom a választ. Pomôže mi a dostanem odpoveď. Köszönöm ezt, Úr Jézus, az Úr Jézus nevében. Amen. Ďakujem, Pane Ježišu, v mene Pána Ježiša. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm. Ďakujem za túto možnosť. No. Ďaká pánovi, veľmi pekne ďakujeme, nech sa páči. No. Veľmi pekne ďakujeme za toto svedectvo. Nagyon szépen köszönjük ezt a bizonyságot. A ja len tak prežívam, že naozaj je pravda, že Boh je dobrý. Én újra csak átélem azt, hogy tényleg igaz az, hogy Isten jó. Dnes sme mali možno tvrdšie slovo. Ma lehet, hogy egy kicsit keményebb ige hangzott el. Ale aj tomu verím, že každý potrebuje svoj pokrm do života. De én hiszem azt, hogy mindenkinek szüksége van a maga eledelére az életben. A v tvojom živote, milý brat, je čas teraz na to. És te, kedves testvér, ebben a te életedben most ennek van az ideje. Aby si poznal Božiu lásku. Hogy megismerhesd Isten szeretetét. Sme vďační za teba. Nagyon hálásak vagyunk érted. Toto nedokáže nikto. Erre senki nem képes. Len milosť Pána Ježiša Krista. Hanem csak is az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme. Za ktorú zomrel, aby sme ju mohli mať. Ő, aki meghalt értünk, hogy legyen számunkra ez a kegyelem. Tak, ešte by som dal
priestor ostatným, ak máte nejaké slovo alebo svedectvo. Még ha valakinek van valami hozzáfűzni valója, vagy bizonysága. Dobre, pokiaľ nie, tak sa na záver pomodlíme a poďakujeme Pánovi. Hogyha nem szól hozzá senki, akkor így a záró szóként imádkozunk, és megköszönjük az Úrnak. Tak pomodlíme sa tak, že ja sa pomodlím a Andrejka aj ty svojimi slovami. Dobre, nebudeme prekladať, ale každý si zoberie, ja verím, to, čo potrebuje a skloňme svoje hlavy a poďakujme Pánovi. Hajčok meg fejünket és imádkozom. Drahý nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za tvoju milosť. A ďakujeme za to, že si poslal Pána Ježiša, aby sme my mohli žiť. Že tvoja láska znamená obeť. Tvoja láska znamená myslieť na druhých. Nauč nás, Pane, takto žiť, aby sme nemysleli na seba, netočili sa okolo seba, ale vždy sa obrátili k Tebe a naučili sa tejto láske, ktorá myslí na druhých, ktorá myslí na Teba, aby naša mysel a srdce boli také, aké máš Ty, lebo Ty si nás stvoril na Tvoj obraz. Nech je oslávené a požehnané Tvoje meno. Na večné veky. Amen. Amen. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy te mindig velünk vagy, hogy te kijelölöd számunkra a helyes utat, és köszönjük azt, hogy te minden élethelyzetben ott vagy velünk. Velünk vagy a bőségben, velünk vagy a szorongattatásban, és velünk vagy a mindennapokban is, amelyek egyformának tűnnek. De ha kell, te vigyél ki bennünket, Uram, a pusztába, és te beszélj a mi szívünkre. Te légy ott velünk, Uram, hogy soha ne jusson eszünkbe saját magunk körül forogni, vagy magunkban bízni, vagy teljesen az önsajnálatba fordulni. Uram, te minden nehézséget átéltél, minden kísértést és minden fájdalmat magadra vettél, Uram, ott a kereszten. Te pontosan tudod mindig, hogy mi miben vagyunk, milyen élethelyzetben, mit élünk át, mit érzünk. És olyan csodálatos vagy, Úr Jézus, hogy te egy együttérző Isten vagy. Te pontosan érzed a mi érzéseinket. Te tudod azt, amit mi tudunk, és hála neked, te többet is tudsz mi tőlünk. És én hálát adok neked, Uram, hogy te minden élethelyzetünkben velünk vagy. És te add meg a te kegyelmedet, hogy mindig figyelmes maradjon a mi szívünk, hogy bármilyen élethelyzetben is vagyunk, mindig hozzád kiáltsunk, rád tekintsünk, és a te nyomdokaidban járhassunk. Tiéd legyen a dicsőség, a hódolat és a hála mindörökké. Amen.